És itt vagyok az utolsó mérkőzéssel vasárnap, amit ugye még ígértem. Szerbia-Anglia mérkőzés június 16-án 9 órakor kerül megrendezésre. Nyilvánvalóan itt az angolokkal fogom lejátszani a meccset. Egyértelműen ők a favoritok. Szerintem egyébként most idén az EB megnyerésére is nagy esély mutatkozik náluk. Nagyon sok fiatal, nagyon sok tehetség, nagyon sok sztár, ez minden évben így van, de most szerintem még kifejezetten jobban ez így van. Ugyanis itt azért van egy olyan Harry Kane, aki szerencsétlen már szeretne tényleg valamit nyerni, és hát most itt a karma visszaadja nekik, de inkább ne adja vissza, és a magyarok nyerjék meg ismételten 4-0-ra majd, hogyha esetleg úgy alakul a döntő. Nézzük a csapatot. Hogy áll fel ez az angol csapat. Trent ugye itt középpályán fog játszani, Walker, Seelan, Stones, Maguire-t ugye nem, őt nem hívták be a keretbe végül. Foden, ott van Seelan, Rice, Bellingham, Kane, Saka, Trippier, nagyon-nagyon komoly. Sőt, még a cserék is nagyon-nagyon komoly. Madison sincsen sajnos benne, sőt, ezeket itt ki is rakom. Hiszen talán Schuben van. Rashford sincs, azt hiszem. Grealish ott van cserének. Rendkívül erős ez az angol keret, és azt, hogy most Ramsdale-t vagy Pickfordot játszhatják, hát az attól függ, hogy most hogy dönt a szövetségi kapitány. Én most Pickfordot hagyom bent, bár jobban szeretem Ramsdale-t, de valószínűleg Pickford fog kezdeni. És akkor gyorsan átejtem World Class-ra még itt a játéknak a nehézségi szintjét. Match, World Class, oké. Okay. És akkor játsszuk le a mérkőzést, nézzük, hogy alakul a Szerbia-Anglia mérkőzés, ahol az Arena Auf Schalke, tehát a Schalke-nak valószínűleg a Schalke FC 04-nek a stadionjába fog megrendezésre kerülni ez a mérkőzés. Azért itt azért egyértelmű, hogy az angolok fölénybe vannak, még akkor is, hogyha egy szerb válogatott, bár a szerbök meg tudják szerintem majd egy kicsit akár szorongatni az angolokat, de én egy 1-0-es, 2, akár 3-0-es mérkőzésre is számítok. Max rúgnak egyet, 2-1-3-1, de így gondolom ezt a mérkőzést. Trent, Tomori, Rice. Azért a szerbeknek a védelme nem rossz, azt tegyük hozzá. Ez les lett volna így Fodennek, és azért Foden nagyon-nagyon veszélyes, talán a legveszélyesebb Harry Kane mellett ebből az angol keretből, tehát itt ki nem az. Harry Kane, bravo, Bellingham. Hát ugye Bellingham is hatalmas szezont futott, sőt, ha itt nyeri az angolokkal az EB-t, nagyon-nagyon nagy eséllyel a rajlabdát is meg fogja kapni. Vlahovic, szép játék, Radonjic, és azért az olaszokat is az albánok, jó vagy gyengébb albánok, meg tudták szorongatni, és azért itt ez veszélyes volt, Stones nem lép közbe, viszont Saka most el tud indulni a szélen, Saka, és ez egy nagy meglátás Harry Kane fele, Harry Kane ellövi keresztbe, ez nem volt annyira jó, Milinkovic-Savicnak nem kellett vetődnie, érezte, hogy ez azért mellé fog menni. Kirúgással folytatódik a mérkőzés. Ugye minden évben az angolokat hatalmas hype-ből veszik körbe, hatalmas elvárásokkal kell szembenézniük, ezért is szerintem az, hogy nem mindig tudnak olyan eredményeket elérni, amiket szeretnének, bár azért rendben ott vannak, általában az elődöntőig el tudnak jutni, de annál valahol mindig ott félre megy, vagy egy fölé rúgott 11-es, vagy nagyon kevés dolgokon szokott ez nekik múlni, úgyhogy lehet, hogy most ez a sok összeadódik nekik, és a döntőig akár el tudnak jutni, ugye tavaly 4 év az olaszoktól kaptak ki, ami igazából 3 éve volt. Szergej, Maximovic, Milankovic, eddig jól tartják a szervek magukat, azért nem egy gyenge játékos kerettel felálló szerv válogatott ez, Talic, Tomori tudja, viszont Tomori elveszti, viszont visszaszerzi. Trippier, Foden, ez most nem volt jó, Foden nem találja még a ritmust annyira, Ilic, Talic, Stones egyébként jól játszik, Trent, és el tudja indítani Harry Kane megfutja, Bellingham, nem tudja eltolni Pavlovic mellett, Ilic, Vlahovic, itt is a sok Ilic, Maximovic, Talic, Kostic, Talic. Ugye a szerveknél Vlahovic talán a legnagyobb név. Foden. Azt szépen csinálta.
az viszont lehet kicsit hosszú, de még bent tudja tartani. Foden, az viszont elpasszolja. Lich. És az ott Vlahovic majdnem el tudott indulni, csak jól zárta Rice a területet. Rice is hatalmas névebe. Itt nincs egy kis névebe az angol keretben. Maximovic. Vlahovic. És Rice megint ott van. Trent. Trent. És az így nem biztos, hogy szabályos volt, de tovább ott hint a játékvezető, úgyhogy mehet tovább, és ezzel Vlahovic mehet bizony. Vissza inkább Kostić fele, azért Kostić se kis név ebbe a szerválogatottba. Kostić. Szép beadás. Viszont Stones ott van, és Harry Kane-nek passzolja, aki Bellinghamnek tudja, és Bellingham megtartja. Sőt, az kis labda Harry Kane fele, és az így nem lesz. Jó ütemben lépett ki Harry Kane, 1-0 az angol válogatottnak a 28. percben Harry Kane találtával és Bellingham hatalmas meglátásával Anglia megszerzi a vezető megszerzi a vezetést Szerbia ellen. Az a 18 méter, ezt nem tudom, hogy számolták, hát 16-osan belülről lőtte, mindegy, ezt most ne is nézzük, IFC. Úgyhogy 1-0 Angliának. De azért a szerbek szépen tartották magukat, ezt hozzá kell tenni. Maximovic. Milenkovic. Maximovic. Vlahovic. Trippier. Rice. Foden. Azt szépen csinálta Foden. És ez egy megint szép labda. Harry Kane. Az is kis labda Walker felé. Saka. És az egy maximum, egy hatalmas közbelépés, mert azért az megint veszélyes lehetett volna. És Walkernek kell futni a Kostića bizony, mert ott azért ő elindult. Ilić. Talić. Kostić. Talić. Kostić. Stones. Stones hatalmasat játszik egyébként. Trent. Saka fele. Ki elindul, ő azért gyors. Saka beforgatja, igen, szépen csinálja eddig, de kicsit talán sokáig is csinálta. Ilić, Walker, Harry Kane, Bellingham, Bellingham elrúgja rögtön, Milinkovic Savicnak kellett fognia azért, az elég rendesen Foden, Radonjic tudja, Gudej, majdnem odaért Saka, Randovic, Ilić, Maximovic, Randonic, Foden. Az viszont egy jó ütembe átadott labda, Bellingham. Bellingham, és Milinkovic-Savicnak ismételten védenie kell. Trent, Gudej. Bellingham próbált oda férkőzni a labdához. Kostić, Rice, Walker, Bellingham. Bellingham, az bizony lőhető, bizony, hogy lőhető, és a torna eddig legnagyobb gólját Bellingham megszerzi a 44. percben azt a mindenit. Nagyon kilőtte a hosszút. Ezt nézzük csak vissza, mert azért az egy gyönyörű gól volt. Jude Bellingham látja, 26 méterről ellövi, és hát ez Milinkovic-Savicnak esélye sincsen. Olyan szinten csapódott a létszalá, olyan erővel, hogy itt ez esélytelen volt. Bellingham megszerzi a torna első. Megszerzi a tornán az első gólját, és egy bődületes nagy gólt ereszt Milinkovic-Savic kapujába, és akkor így egy gól passz eddig a meccsen, ami nagyon-nagyon jó kis átlag, és jó kezdi az Európa-bajnokságot az aranylabda jelölt Bellingham. Na és hát második fél időre hát, ha tudnak a szerbek kicsit zárkózni, vagy valamit tudnak alkotni, mert nem azt mondom, hogy nincs esélyük, csak úgy a helyzet nem volt, inkább rámentek a védekezésre, de most már lehet, hogy abban vannak, hogy hát kaptunk kettőt, nyíljunk ki. És ez természetesen a másik oldalról is könnyebbíti majd az angolok dolgát. Harry Kane akár bizony, azért folytatják a próbálkozásokat itt az angolok. Trent, Saka, őtőle is azért sokat várnak ezen az EB-n. Kostić, Sergej, Tadić, ez eddig szép,
Randojic, vagy bocsánat, Tadic, és Trent, meg tudja találni Sakát, aki Pavlovics mellett most nem tudja elvinni, Kostic viszont el tudja vinni Trent mellett, viszont Stones, ahogy szokása, ahhoz híven ott van, ahol kell lennie, Maximovic, kicsit most az angolok beszorulnak, Radonjic, viszont Trippier most megszerzi, sőt, Foden, Harry Kane, szépen tovább, Bellingham a Sergei utolsó pillanatban meg tudta akasztani a labdát, így nem tudta előni Bellingham, pedig az is elég valószínűleg kapura ment volna, Ilic, Kostic, Tadic, Kostic, Vlahovic, Stones, Walker, Saka még mindig, Harry Kane próbál, hát ő azért nem erről híres, viszont Saka, igen, Saka, hát ez nem volt jó megint, de az utolsó passzok az, amik elrontanak az angolok, rendben is, de hát 2-0-nál meg is van nekik engedve, úgy mondva, Gudej, Milankovic, Ilicic, vagy Ilicic, bocsánat, Ilicic az már abba hagyta sajnos, Saka, Trent, Bellingham, megpróbálta tovább fejelni, Rice, hatalmas, és az egy nagyon szép akció, jaj de szépen csinálták, Bellingham kapufára lövi, azért ez nem volt akkora helyzet, mint amiből gólt szerzett, megszerezhette volna a harmadik gólját itt, és Bellingham a másodikat. Ezt azért most csúnyán elpuskázta. Mérges is magára. Gudej. Maximovic. Gudej. Sergej. Maximovic. Megpróbálja Bellingham szerelni, de nem sikerül neki. Trent. Ő neki igen. Rice. Bellingham. Most összezárnak előtte. Bellinghamre nagyon figyelnek egyébként, ez látszik is. Tadic. Trippier. Foden. És Gudej hatalmasat bevetődik középre, és így ezzel nem elzárja a passávot Harry Kane fele. És egyébként Harry Kane azért veszélyes nagyon, mert ő nemhogy lőni nagyon jól tud, hanem konkrétan az angol keretből talán ő passzol a legjobban csatár DTS képest, és nagyon kevesen tudnak, főleg csatárok, ilyen így átlátni a pályát, de nézzük Vlahovic, hát ez inkább passz volt Pickford kezébe, hát az első helyzetecske Szerbiától Pickfordnál teszteltik, hogy még ott van a kapuba, az viszont kis labda, Bellingham, és ő gyors, Bellingham, még mindig ő, Bellingham, nem tudja időbe beadni, Harry Kane megpróbálta ráfélni, de ott voltak a szerb védők, és azért ők se alacsonyak, és ez most egy kontra lehetőség, Kostic, Stones, és Stones ismételten ott van, Stones nagyon nagyot játszik, Walker. És Saka, bizony, Saka. Saka, vissza Harry Kane, fele Harry Kane. És Milinkovic-Savic. 79. perc, szöglet. Anglia. Javára, Trippier beadja. Tomori majdnem jó volt. És Bellingham még mindig. Bellingham valahogy megtartja. Az így lesz. Bizony, 81. perc. Hát így lehozták a szerbek kevés kapott golla, bár még azért várjunk. Rice, Bellingham fele, de az Gudej ismételten ott van, figyel. Trippier. Foden. Bellingham. Meglátja középen Harry-ként. Harry-ként-nek kicsit hosszú talán, igen. Pedig szép lett volna. Zivkovic, Rice. Ismételten Bellingham. És ez egy hatalmas lobda Harry-ként fele, Harry-ként. És ezt nem is hibázza el, 3-0 Angliának 86. perc.
hát így már azért eléggé egyetem, már így is eldőltnek tekintettük a meccset, de hát így ezek után meg főleg. Harry Kane berúgja a harmadik, saját maga második golját, és ezzel lezárva a mérkőzést. Anglia begyűjtötte a 3 pontot, hozta a kötelezőt, Szerbia még nem kapott ki annyira. Bár ez a 3-0 már határeset, de azért még így is elfogadott, Sergej. Tehát még nincs vége, Walker, Saka, igen, Walker, ezt nem csinálták most szépen, Pavlovic, Kostic, Maximovic, Tadic, előnyszabály, Vlahovic, és Pickfordnak pont kezébe, tenyerébe passzolták, lőtték, Foden, és ezzel vége az Szerbia-Anglia mérkőzésnek 3-0, szerintem ez egy teljesen reális mérkőzés eredmény, úgyhogy én most itt befejezem, viszont holnap folytatjuk, ugyanis holnap is lesznek mérkőzések, méghozzá román-ukrán mérkőzéssel fogjuk folytatni, úgyhogy holnap 2-kor találkozunk. Köszönöm, hogyha végignézted, ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a hasonló tartalmakért, és találkozunk akkor holnap. Sziasztok!